Jó napot kívánok, ez a Szubjektív, a Pannon Televízió interjú műsora. A mai vendégünk Sógor Csaba, az RMDS Európai Parlamenti Képviselője, az Európai Néppárt képviselőcsoport tagja. Köszöntöm Szabadkán, és köszöntöm a Pannon Televízió stúdiójában. Köszönöm, én is szeretettel köszöntök minden kedves tévénézőt is. Az imént beszélgettünk arról, hogy nem először van Szabadkán, de igazából először volt alkalma tüzetesebben szétnézni, hogy tetszik itt nálunk. Hát kicsit otthon éreztem magam, mintha Váradon járkáltam volna az utcán. Nem csak a szecessziós épületek, de az emberek miatt is. Az ember akárhova megy a Kárpát-medencébe, otthon érzi magát, legyen az Felvidék, vagy Vajdaság. Egy kiállítás kapcsán jöttünk ide, és hát az nem csak az épületek kötnek össze minket, de sok minden, ha nem részletezzem, mindannyian tudjuk, hogy mi minden, és ezért az ember mindig otthon érzi magát, amikor magyarokkal találkozik. Említette, hogy erre a kiállítás megnyitóra jött, ez a szecessziós építészetről szól. Ön, mint európai parlamenti képviselő, Deli Andor kollégájával együtt, hogy került kapcsolatba ezzel a kiállítással? Egy felvidéki lány, egy gyakornok lány hívta fel a figyelmemet, hogy Lechner évforduló lesz 2013-ban, és 2014-ben tudtuk az Európai Parlamentben bürokrácia, jogszabályok, terem, foglalás, stb. Ezt a kiállítást bemutatni. 5 magyar képviselő állt ki, 5 különböző országot képviselve, ez már önmagában üzenet volt Európának, ugye egy kárpátaljai, egy vajdasági, egy felvidéki, egy erdélyi és egy magyarországi, 5 különböző országban, hát gyakorlatilag ugyanazokat az épületeket, nem csak az építészeti örökségre való figyelem felkeltés volt ez a kiállítás, hanem az európai kulturális, nyelvi sokszínűség és örökség, kisebbségi jogok kérdése, minden benne volt ebben a kiállításban. Ezek a kiállítások azért jók, mert ott egy kötetlenebb formában tudjuk elmondani azt, amit módosítók, felszólalások, jelentések keretén belül az ember néha bonyolult jogi nyelven próbál elmondani, hogy Európa ugye nem csak pénz és gazdaság, hanem kulturális, nyelvi sokszínűség, emberi jogok, kisebbségi jogok, és hát Brüsszel után törvényszerűen jött az ötlet, hogy nem is Budapesten, hanem Szabadkán fogjuk bemutatni, hiszen a szabadkai zsinagóga az egy olyan építészeti remekmű, ami által itt ebben a városban jelen van Bécs, Brüsszel, de még a német szecessziós stílus is, és hát így alakult ez a kiállítás meghívó. Szabadka után megy majd Budapestre, és majd utána Erdélybe ez a kiállítás. Szerintem gondolom a különböző Kárpát-medencei országok EP képviselőit nem csak ez a kiállítás köti össze ott Brüsszelben is. Most elsősorban arra gondolok, hogy Románia már végigvitte az Európai Uniós csatlakozási folyamatot, Szerbia pedig most kezdi tulajdonképpen. Mit éltek át önök akkor Romániában, a kisebbségek szempontjából milyen volt az Európai Uniós csatlakozás? Mire számíthatunk mi? Amint említettem, ugye ez a kiállítás nem csak a kulturális örökségre, de a nyelvi jogokra, kisebbségi kérdésre is felvi a figyelmet, és hát számunkra is fontos Szerbia csatlakozása, mert megint felhívhatjuk a figyelmet arra, hogy a csatlakozással nem oldódott meg a kisebbség kérdése sem Szlovákiában, sem Romániában, mint ahogy Görögországban és Franciaországban sem, csak hogy Európa legrosszabb tanulóit soroljam föl kisebbség kérdésben. Másrészt meg hát mi is hozzá tudunk járulni a szerbiai csatlakozás kapcsán arra, ahhoz, hogy Európa és Brüsszel vegye komolyan azt, hogy sok-sok tennivalója van Szerbiának is, és hát természetesen arra biztassuk, bátorítsuk a magyarországiakat elsősorban, de a szerbiaiakat is, magyarokat és szerbeket is, hogy a csatlakozás előtt kell ütni a vasat. Utána egy kicsit kihűl a vas,
az egy másik kérdés. Mi tehát, az, amit meg lehet tenni? Mire gondolok? Amit kisebbségvédelem, emberi jogok, kopenhágai kritérium, stb. 23. fejezet, ugye, ha már szaknyelven is beszélünk, meg lehet tenni, azt most kell megtenni. A csatlakozás után egy kicsit úgy vagyunk, mint a nyertes mérkőzés után, hogy elengedi magát a játékos, az edző, mindenki. És most lehet a maximumot követelni. Magyarország sosem volt olyan helyzetben a román csatlakozás idején sem, hogy esetleg vétójoggal éljen, és még többet követeljen, bár olyan helyzetben lett volna, mondjuk mi ezt látjuk Romániában, hogy micsoda visszarendeződés folyik, ingatlan visszaszolgáltatás, nyelvi jogok területén, és hát ettől óvjuk Szerbiát és az Uniót, hogy ne ez következzen be a szerbiai csatlakozás esetén is. Nyilvánvaló, hogy a térségben, most a balkáni térségre gondolok, vagy akár az EU bővítés kapcsán Európára is a legesélyesebb Szerbia, és ez számunkra is fontos, hogy még egy egykori országrésszel közösen együtt lehetünk az Európai Parlamentben, és együtt dönthetünk sok-sok más kérdésben is, és persze Európának is egy rendkívüli jó alkalom arra, hogy eszébe jusson, hogy az Unió és Európa az nem csak pénz és gazdaság, hanem elsősorban kulturális, nyelvi, sokszínűség, emberi jogok, kisebbségok kérdése. Tud mondani konkrétumokat, hogy mi változott meg Romániában a kisebbségeket, vagy elsősorban a magyarokat, illetően az uniós csatlakozási folyamat alatt, illetve azt követően, hogy mit értett ebből az egész folyamatból a hétköznapi ember? Nem mondhatok semmi biztatot Románia esetében, ilyen balkáni, vagy inkább bizánci módra megígérték, hogy lesz egy kisebbségi törvény, ugye nálunk még mindig 47-es szovjet katonai közigazgatás által kikényszerített kisebbségi törvény van életben. Megígérték, hogy lesz egy új, meg is van a törvénytervezet a parlamenti megfelelő szakbizottság fiókjában. Nekünk egy lépés lett volna előre, mert tartalmazza a kulturális autonómia elemeit, a románoknak túl sok, és ezt bizánci módra elfektették. Az ingatlan visszaszolgáltatás ugye leállt, sőt, visszaállamosítottak egy kollégium épületet, a Mikó kollégiumot, ha így mond valakinek valamit ez a szó, és ugyanakkor a nyelvi jogok területén, közigazgatásban, bíróságban hát az történt, hogy mindaz, amit megígértek, alkotmányba lefektettek, tanúgyi törvénybe sikerült kormányon vagy ellenzékben elérni, ezeket helyi, regionális szinten éppen a román állam képviselői, a főispánok, prefektusok, ahogy nálam mondják, közigazgatási úton, törvény útján megtámadják. Tehát egyfajta visszarendeződés látszik, és most az Európai Uniós politikai, gazdasági válság, a világválság kapcsán még inkább egyfajta visszarendeződés látható. Mindenki Krímtől Katalóniáig fél és reszket, és ugye a kelet-nyugati integetéstől az én fejem is nemet mutat, de mi meg azért vagyunk ott, hogy az igent mutassuk a fejünkkel, északtól délig a finnországi svéd kisebbség és a dél-tiroli német kisebbség helyzetére próbáljuk ráirányítani a figyelmet, és azt elmondani, hogy a kisebbségi jogok az nem egy probléma, amit meg kell oldani, az egy nagyon nagy előnyt jelent egy országnak. Ezt vannak országok, amelyek felismerték, Románia nem tartozik még ezen országok közé, birkózzunk állandóan a mindenkori román hatalommal, hogy ezt megértsék ők. Bocsánat, hogy látja, hogy az Európai Unióban törekszenek arra, hogy egy egységes kisebbségpolitika alakuljon ki, vagy miért vannak ezek a nagy különbségek a tagországok között? Hát egyrészt azért, mert a törekvés az megvan a mi részünkről. Egyrészt azért vannak meg ezek a különbségek, mert eleve sokszínű, ugye az európai kisebbség, ez az 500 milliós Európai Unió lakosságának a 8%-a, 10%-a beszéli a kisebbségi nyelveket, ez 50 millió ember, de aki tulajdonképpen kisebbségnek számít, az 40 millió. És hát azért bonyolult a történet, mert nincsen egy egységes
kialakult koncepció, mint hogy nincsen egy egységes kisebbségi helyzet sem, teljesen különböző a katalánok helyzete, mint az erdély magyaroké, vagy a finnországi svédeké. Másrészt meg el van foglalva Európa mással. Harmadrészt ugye ezt tagállami hatáskörben hagyták, és hát van egy pár ország, az előbb említettek, görögök, franciák, szlovákok, románok, akik hát kimondottan kisebbség ellenesek, és problémaként látják ezt, hogy egységes nemzetállamot akarnak. És hát nyilvánvalóan az a nagy gond, hogy itt a migrációs válság kapcsán még inkább felerősödött a kisebbségek iránti félelem, ugyanakkor a világpolitika sem kedvez nekünk, ugye a krími helyzet az még inkább azt sugallja, vagy akár a katalán is, hogy csak erőszakkal és szakadással lehet valamit elérni. Nekünk az a feladatunk, azért vagyunk ott, azért jó, hogy ott van egy kárpátaljai és egy vajdasági magyar képviselő is a Fidesz színeiben, hogy éppen az ellenkező tudjuk mondani, azt a hangot erősítsük föl, hogy ez egy megoldás, nem egy probléma, ez egy gazdasági, egy politikai előnyt jelent. Nem csak gazdaságilag fejlődött Dél-Tirol, de politikai stabilitást is hozott az országnak, vagy akár a finnországi svédek helyzete, és mint minden jó politikusnak az a feladatunk, hogy a jó példát mondjuk el, és arra fele irányítsuk a figyelmet. Eltelik egy kis idő. Lám a roma kérdésben is ugye kellett egy franciaországi helyzet, amikor megszületett az egységes roma stratégia. De amíg abból gyakorlat lesz, eltelik egy kis idő. Nincs más feladatunk, mint minden lehetőséget megragadni, kihasználni, és erre figyelmeztetni Európát. Ha meg már semmilyen eszköz és lehetőség nincsen, akkor azt fogjuk elmondani, hát már csak azért is érdemes egy megfelelő kisebbségvédelmi koncepciót kidolgozni, mert előbb-utóbb Európa ős lakosai kisebbségbe fognak szorulni. És igen, akkor utal a migrációs helyzetre már többször is. Egy rendezvényen nemrégiben arról beszélt, most idézem, hogy hasonló jellegű hibákat tapasztalunk a menekültválság rendezése kapcsán és a kisebbségvédelmi kérdések terén. Itt mire gondol? Hát arra, hogy kisebbségvédelem területén is ugye tagállami hatáskörbe hagyják, és nincsen egy egységes európai koncepció, és migrációs kérdésben is gyakorlatilag azt igazolta az elmúlt fél év, hogy minden tagállam maga döntött el, hogy mi van, illetve nem hallgatták meg a tagállamokat. Mai napig sem érti senki sem, hogy miért nem lehet Görögországot kérdőre vonni. Nyilvánvaló, hogy ott sem a drótkerítés, sem egyéb nem segít. Miért kell Magyarországot kérdőre vonni, és Szlovéniát nem lehet, és folytathatnám így tovább a sort. Tehát a tehetetlenséget látjuk, és azt, hogy Európa nagyjai nem hiszik el, hogy a kicsiknek és a kis tagállamoknak is lehetnek jó ötletei, javaslatai, nem tudunk egységesen gondolkodni. Kisebbségi kérdésben ugye az látszik, nem csak a töredezettség, hanem jogi problémák is vannak. Ugye nem gondoltak arra, hogy lesznek tagországok, amelyek az Unióba belépve, képletesen szólva a klubszabályokat sutba dobják, és azonnal lehajítják a nyakkendőt és a zakót. Tehát a koppenhágai kritériumok, nincsen egy kialakult mechanizmus arra nézve, hogy hogyan lehet számon kérni utólag is a csatlakozáskor tett ígéreteket, és ha már ennyi elkeserítőt, vagy kevésbé derítőt mondtam, vagy biztatót, hadd mondjak valami biztatót is, éppen a gazdasági válság, a migrációs válság, de akár a Magyarországra irányuló ösztűz ébresztett föl egy csomó döntéshozó politikus tagállamot, hogy kell valamiféle mechanizmus, ahogy a pénzügyi válság idején az európai szemeszter arra volt hivatott, hogy egységesen próbálja a pénzügyi gazdasági helyzetet rendezni, vagy ellenőrizni. Ugyanígy az emberi jogok, kisebbségi jogok területén szükség van egy úgynevezett belső ellenőrzésre. Ez egyelőre tanácsi szinten párbeszéd formájában maradt. Ugye a liberálisok voltak azok, akik javasoltak egy úgynevezett demokrácia fokmérőt,
tagállami ellenállásba ütközött. Itt van némi szakadék az anyaország, Magyarország és a leszakadt ország részek között, mert mi mindig hangoztatjuk azt, hogy nem szabad mindent a tagállamokra bízni. Lehet, hogy Magyarország esetében ez előnyt jelenthet, de Románia esetében az számunkra nem előny, hogyha Romániára bízzák azt, hogy oktatás, anyanyelvhasználat, kisebbségi kérdésben csak ők döntsenek. Nagy-nagy bölcsességre van szükség a magyar kormányban is, hogy ezt megfelelően tudják kezelni. Romániában szokták mondani, gondolom Szerbiában is, hogy Románia románoké. Hát nem. Mi erre ezt tudjuk mondani, és vannak, akik Magyarországon is azt mondják, hogy Magyarország a magyaroké. Én inkább azt mondanám mindig, hogy Európa az európaiaké, és azok, akik az európai gondolattal azonosulni tudnak, legyenek azok most érkezettek, vagy korábban jöttek, és ezekre az értékekre kell odafigyelni. Európa pedig ugye zsidó-keresztény kultúra és hit, római jog, görög filozófia, néha egy kicsit bizánci bürokrácia is, de elsősorban alapvető emberi jogok és értékek tárháza, nem pedig gazdasági szabályzatoké és szabályoké. Ezért nem kerülhetjük meg, hogy beszéljünk egy kicsit még az aktuális romániai helyzetről. Szerdán lemondott Viktor Ponta, hogy látja most az aktuális helyzetet, illetve hogy látja a közeljövőt? Hát most van egy ügyvezető miniszterelnökünk, 45 napig létezik, és utána hát valószínűleg valamiféle kormány alakul, és lesz technokrata vagy nem technokrata. Az előrehozott választások kérdése is felmerült, ez egy bonyolult dolog Romániában. Két államfő által kinevezett miniszterelnöknek kell megbuknia a parlamentben ahhoz, hogy előrehozott választásokat lehessen kírni, de ez azért sem lehetséges, mert a választási törvény most módosult, és legalább egy évnek kell eltelnie ahhoz, hogy az új választási törvény alapján választani lehessen. Valószínűleg a jövő évi választásokig egy átmeneti kormány alakul, általában a képviselők nem fognak arra szavazni, hogy lerövidüljön a mandátumuk 4 év helyett 3 évre, úgyhogy mindenkinek az lesz az érdeke valószínűleg, hogy egy kisebbségi kormány kormányozzon. A miniszterelnök lemondott, de ezzel nem oldódott meg a probléma, hogy a miniszterelnök helyettes az ott maradt egyelőre még belügyminiszterként, aki kiváltotta ezt a tiltakozást. Nyilvánvaló, hogy az sem megoldás, hogy az utca embere mondja meg, hogy ki legyen az új kormány miniszterelnöke és miniszterei. Nyilvánvaló, hogy Románia most fizeti meg az árát annak, hogy az elmúlt 25 évben nem tudtunk, mondjam így, hiszen én is a felsőház tagja voltam 7 évig, nem tudtunk olyan reformokat végrehajtani, amelyet Magyarországon is 20 év késéssel, Szlovákiában a Dzurindo kormány alatt, csehek, lengyelek időben elvégeztek, közigazgatásban, alkotmányos reform, oktatási reform, stb. Ennek fizetjük meg most az árát. Kormányon is voltunk többször, nem mentegetőzésképpen mondom, aki Romániát ismeri, az könnyen elképzeli, hogy az új, akár kisebbségi kérdésben, akár oktatás, közigazgatási reform, stb. Alkotmányos reform kérdésében az új törvényjavaslatok úgy nézett ki, hogy rosszabbak lesznek, mint a régiek, és legtöbbször mi csak arra tudtunk energiát fordítani, hogy elhalasszuk az új rossz döntést. Van egy új államfő, van egy új helyzet, és reméljük, hogy nem a pessimista jóslatok érvényesülnek kisebbségi jogok területén, hogy úgymond a kisebbségi emberi jogok az amerikai rakétapajzsig érnek el csak, vagyis hogy az amerikai érdekek miatt háttérbe szorulnak ezek a kérdések. Az a biztató, hogyha még Brüsszelben nem is vették ezt észre, az amerikai külügyminisztérium már észrevette, és egy-két dokumentumban olvasható is az, hogy
nem igazán örülnek annak, hogy a kisebbségi kérdés, oktatás, ingatlan visszaszolgáltatás kérdésében Romániában visszarendeződés folyt. A régi erők működnek még mindig. Bocsánat, arra milyen esélyt lát, hogy magyar pártok összefogása megtörténjen? Hogy ez jelenthetne valamilyen segítség? Én mindig látom az esélyt rá, mert egy optimista ember vagyok. És hadd mondjam azt, hogy az RMDSZ belső ellenzékéből indultam, kívülről érkeztem a politikába, nem is készültem soha politikusnak, nem gondoltam, hogy ilyen hosszú ideig, ez a 15. éven már itt maradok. És azt látom, hogy az egykori barátaim, harcos társaim úgy döntöttek, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetségen kívül eredményesebben lehet politizálni. Két alakulat született, ebből az egyik ma már úgy gondolja a Magyar Polgári Párt, hogy erre nincs esély, és ennek nincs értelme, és folynak a tárgyalások, mind ahogy korábban is volt erre nagy párt, nagy lehetőség, mindig a nagyobbik testvér kell nyújtsa a kezét. Korábban is volt erre lehetőség, lásd a 2009-es Európa Parlamenti választásokat, amikor az ellenzékkel úgy nézett ki, hogy sikerült megegyezni. Nem lett belőle semmi, most megint folynak a tárgyalások a Magyar Polgári Párttal, és hát a szakértők azt mondják, hogy ez nem Magyarország, ugye egy kisebbségi helyzetben nem lehet a magyar politikai viszonyokat leképezni, együttműködésre vagyunk ítélve. Civakodások mindig vannak, szabad nekem így mondanom, lelkészként ugye egy válásban nem lehet azt mondani, hogy csak az egyik fél a hibás, mind a két félnek megvannak a maga hibái. A lényeg az, hogy le tudjunk ülni és emberi módon meg tudjuk tárgyalni, mi az érdeke az erdélyi magyarságnak, és gondolom, hogy ez itt sem, de akár Magyarországon sincs másképp. Sógor Csabának köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, a Szubjektívet látták, további kellemes tévénézést kívánok.